Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, örömmel olvasok nektek a Bibliából, illetve fogok beszélni nektek. Mindig is öröm nekem veletek együtt lenni, így gondolatban, érzésekben. Tudom, hogy szeretitek az Urat, és keresitek Őt. Most a mi kis együttlétünk alkalmával egy érdekes történetről lesz szó, a Jerikó falának a leomlásáról. Hát úgy áll a dolog, tudjátok, hogy Isten népe, ahogy elhagyta Egyiptomot, és a pusztában vándorolt, bolyongott évekig. Egyszer így volt, másszor úgy volt, máskor örömük volt, máskor szomorúságuk volt, egyszer éhesek voltak, máskor szomjasak voltak, néha korgott a gyomruk, néha tele volt, örültek, sírtak, hát, és a vezetőjük, Mózes bácsi már meghalt, a vezetőjük Józsué lett. Tanuljátok csak meg ezt a nevet, Józsué. Ez ilyesmit jelent, hogy szabadító. Ez a bácsi viszi be Isten népét az ígéret földjére, Kánaánba, a tejjel, mézzel folyó földre. Persze nem olyan egyszerű dolog volt elfoglalni azt a földet, sokat kellett harcolni, és erről a harcról fogok veletek beszélni. Tehát Józsué bácsi nagyon erős volt, és okos volt, nagy hite volt, szerette Istent, és szerette az embereket, szerette a népét, és örült az új hazának. És egy alkalommal aztán Józsué félre vonult, egyedül maradt, imádkozott, és Isten szólt hozzá, megszólított őt, hogy Józsué, Józsué, ide figyelj, most mondok neked valamit, figyelj csak. És azt mondta neki, hogy most már harcoljatok az új hazátokért, az ígéret földjéért. És Józsué, a te vezetéseddel, az én segítségemmel, mondta Isten, elfoglaljátok ezt a várost, amit Jerikónak hívtak. Hát ez a város egy nagy város volt. Az emberek okosak voltak, féltek a környező népektől, ezért nagy kerítéseket építettek. Olyanokat, hogy arra nem lehet fölmászni. Gondolom, néha ti is szeretek a kerítésen mászni, néha az ember gatyája ugye kiszakad, hogyha a drótos részen átmászik. Tehát ez olyan magas fal volt, hogy ezt létrával se lehetett volna elérni a tetejét. Ez olyan magas volt, hogy nem lehetett volna átugrani, és nem volt drót kihúzva, ilyen tövises drót, amiben az ember gatyája fölakad. Magas volt! És azt mondta Isten, foglaljátok el ezt a várost, ez lesz a ti városod. Hát ott mindenkinek elmondta Józsué, hogy Isten mit mondott neki, hogy ez a város a miénk lesz. Isten azt ígérte, hogy Jerikó a miénk lesz, és itt fogunk lakni. Itt fogjuk nevelni a gyerekeinket. Itt fog élni nagyanyám, itt fog élni nagyapám, itt fog élni apám, a sógor bácsi, az unokatestvéreim, meg az én testvéreim, meg én is, itt fogunk játszani a homokozóba. Meg hát,
micsoda gyümölcsök vannak ott a fán, hú, majd a gránát almákat, amik nem robbannak, nem robbanosak, az a lenne gránátalma. Esszük a finom gránátalmát. Hú. Nem tudom, szeretitek a gránátalmát? Én nagyon szeretem, rendkívül finom. Na jó, már gondolkoztak azon, hogy mi van a városban. És akkor Józsui azt mondta, a katonáknak voltak harcosok, és ott volt a nép, ott voltak a papok, ott voltak a léviták. És azt mondta Isten, hogy 7 napig járjátok körbe a várost. 3, tehát 7 napig. 7 napig járják körbe a várost. Hány napig? 8 napig? 5 napig? 7 napig. És 7 pap vegyen a kezébe 7 kos szarvat. Tudjátok, hát a kosnak ugye milyen nagy szarva van, és azt fel lehet használni kürtölésre, és hát ebből a kos szarvból készítettek kürtöt. És annak a hangja messzire elhallatszott, messzire elhangzott, biztos hangot adott. Nem olyan nyöszörgő, tötyörgő hangja volt. Azt mondta Józsi, hogy álljon elő 7 pap, vegyen elő 7 kosszarvat, és vegyék elő a szövetségrádát. A szövetségráda ilyen téglalap alakú volt. Elég nagy volt a szövetségráda. Volt neki egy fedele, amit fel lehetett nyitni, a fedélen pedig, képzeljétek el, 2 angyal alak volt. 2 angyal alak volt a szövetségráda tetején. És amikor Mózes kinyitotta a szövetségráda tetejét, akkor beletették a 2 kőtáblát. Mi volt a 2 kőtáblán? Mert akkor még a papírt nem annyira használták. A 2 kőtáblán volt a 10 parancsolat. Én az Úr vagyok a te Istened, ne legyenek idegen istenei, hogy sorba van, hogy Isten nevét felnevet hiába, ne káromkodj, tiszteld apádat, anyádat, stb. Ezek voltak felírva a kőtáblára, és ez benne volt. A papok, a 7 pap előállt, kezébe volt a 7 kosszar, és a léviták, 4 lévita, 2 rúdon, elől 2, hátul 2, vitte a szövetségrádát, az Isten rádáját, amiben a 10 parancsolat volt. És azt mondta Isten, hogy csak csendben, nem lehet kiábálni, nem lehet motyogni, nem lehet szuszogni, nem lehet vigyorogni, nem lehet jobbra-balra nézni, nem lehet menet közben viccelődni, hanem mindenki hittel megy, és mennek a papok vezetésével, a szövetségráda kíséretével a város körül. A város körül. És nincs kiáltás. És hát ott volt az óriási tömeg, hát így meneteltek a város körül. Az első nap egyszer kerülték meg a várost. Második nap, harmadik nap, negyedik nap, ötödik nap, hatodik nap, hetedik nap. Azt mondta Józsué, hogy a 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost. Kezdjük! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És mi lesz akkor, amikor már 7-szer körbejárták a várost?
akkor Isten azt mondta, hogy amikor már a hetedszerre körbejárjátok, akkor teljes erővel imádkozzatok, kiáltsatok, teljes szívetekből kiáltsatok, hogy Isten lépjen közbe, és parancsoljon, hogy omoljon le ez a nagy kőfal. Látjátok, mögöttem milyen nagy kövek vannak? Hát ezek jerikói kövek, ezek a nagy kövek. Ilyen nagy kövekből volt a fal. A fal. És magas volt ez a fal. Hatalmas volt. És akkor jártak, és azt mondta Józsi, a kiáltás után le fog omlani a fal. Mindenkinek elállt a lélegzete. Hú! Hogy fog ez leomlani, ez a nagy fal? Mindenki próbált hátrább lépni. Hátrább léptek az emberek. Mert hittek, hogy leomlik, de hogy? És akkor egyszer csak megmozdult egy nagy kő. Megmozdult a kő. Aztán olyan por kezdett lenni. A kövek mozogni kezdtek, és egyszer csak hú, leomlott, nagy robaj volt, leomlottak a kövek. Hát a nép imádságára, kiáltására leomlott a fal. A fal elzárta az embereket mindenki mástól. Tudjátok, hogy a bűn olyan valami, olyan, mint a nagy fal, ami elzár bennünket Istentől. Elzár bennünket Krisztustól, de ha hiszünk, leomlik ez a nagy fal. Leomlik, és meglátjuk Istent, meglátjuk Jézus. Higgyünk mi is, hogy az Úr hatalmas, és az akadályok leomlanak előttünk.